Sziasztok! Képzeljétek, úgy döntöttem, hogy picit bővítem ezt a vasárnapi Fit & Krisztivel sorozatot, és mostantól kezdve nem csak beszélgetni fogunk, illetve nem csak recepteket mutatok majd nektek, amiket itthon én készítek el saját magamnak, hanem elviszlek titeket olyan éttermekbe, beülős helyekre is, ahol anélkül tudtok finomagat enni, hogy nagyon aggódni kellene a diétátok miatt, akár csak, hogyha a saját jól megszokott ételiteket szeretnétek enni, vagy ha ennétek valami különlegesebbet is, de ragaszkodnátok azért az egészségesebb alapanyagokhoz, akkor megmutatom, hogy mik az én kedvenc helyeim, ahol ilyen nagyon finomokat lehet enni. Indulás az első helyre! Itt vagyunk a Könyves Kálmán körúton a Lourdinál, úgyhogy menjünk is be a Hell's Kitchenhez. Főételt kértünk. Az egyik egy wrap, ami a vegetáriánus változat. Falafelgulyók vannak benne, ezen kívül tzatziki, zöldsaláta és cottage cheese, mellé természetesen édes burgonya. A másik pedig egy hamburger, az a húsos változat. Barbecue burgert kértünk, amiben barbecue szósz van. Bacon is lett volna, de azt nem kértem bele, mert azt nem szeretem. Ezen kívül pedig sajt van még rajta. Mellé megint csak édesburgonya, és kaptunk hozzá még egy káposztasalátát, amit nagyon jó pont, majonéz nélkül csináltak, és ha jól sajtam, akkor édesítővel. Illetve kértünk még két limonádét, amivel szintén erítőt tettek, úgyhogy ez mind nagyon-nagyon jó pont. A hamburger igazából teljesen rendben van, a szósz és a cheddar sajt nagyon jó volt együtt, viszont a hús az egy picit száraz volt, mivel gondolom nem kevertek hozzá annyi zsíradékot, mint a más hamburgerezőkben, de egyébként teljesen jó volt. Azt tudni kell rólunk, hogy általában, ha elmegyünk éttermekbe, akkor nagyon nem szoktunk desszertet kérni, főleg, ha nagyon jól lakunk a főétellel, de most, mivel mégiscsak kóstolunk, gondoltuk, megkóstolunk kétféle desszertet is. Az egyik egy túrótorta, ami az étterem saját házi barackos túrótortája, és Instagramon már nagyon régen kinéztem, hogy ezt meg kell kóstolnom. A másik pedig fehérje palacsinta, van többféle is, de mi a mogyorókrémes változatot kértük. Ha jól sejtem, akkor ez is valamilyen cukormentes mogyorókrémmel készülhetett. A tetején csoki öntet van és mandula. Úgy döntöttünk, hogy 6 szempont szerint fogjuk értékelni az éttermeket. Az első ilyen a választék. Hát itt a Hell's Kitchenben igazából a választékra nem nagyon lehet panasz, mert rengetegféle ételből lehet választani, inkább az a gond, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit akarunk. Amit mégis hiányoltunk, az talán az, hogy nem volt teljesen vegán opció, ami nyilván nekünk annyira nem volt probléma, viszont tényleg aki nem eszik se tejterméket, se húst, az maximum salátát tud enni, ami nem biztos, hogy kielégítő. Szerintem mondjuk meg lehetett volna oldani azt, hogy abban a wrapbe, amit én is kértem, nem cottage cheese-eznek a falafel mellé, hanem mondjuk humuszt, és akkor már is sokkal vegán barátabb. A másik pedig, hogy nem lehetett gluténmentes repet vagy bucit kérni a hamburgerhez, ami szerintem a mai világban azért megint csak hiányosságnak számít. De ezeket leszámítva szerintem elég sokféle ital közül tudtunk választani, úgyhogy amiatt, mert volt kirakva mondjuk eritrit, stevia, kókusztejpor, illetve különböző édesítők még, ami nagyon kevés helyen fordul elő, ezért aztán ez felhozza mondjuk 9-re a választékot. A következő a gyorsaság. Valljuk be őszintén, vasárnap este voltunk itt, nem voltak túl sokan, úgyhogy ehhez mérten tudtuk ezt nyilván értékelni, de körülbelül 7-8 percet megkaptuk a kaját, amit rendeltünk, úgyhogy a gyorsága szerintem 10 pont. A következő a tálalás, ami nekem annyira nem jött be, hogy mondjuk egy zöld tálcán kaptuk meg az ételeket, ez nagyon megadta ezt a gyors éttermes hangulatot, de azon felül viszont egy papírtálcára volt tálalva maga az étel, illetve a desszertek papírtányéra, ami tök környezetbarát is, ez egy jó pont.
Másrészt nagyon szépen voltak ezen felül már megtálalva az ételek, a desszertek is, a főételek is. Úgyhogy nekem tetszett, erre 9 pontot adok, csak az öltáza miatt. A étterem hangulatáról annyit, hogy szerintem nagyon jól összerakva a dizájn, tehát látszik, hogy nem csak így ez az elem ilyen, ez az elem olyan, hanem úgy megvolt a komplett hangulat, amit kitaláltak, elképzeltek és megvalósítottak. Ami viszont nekem nagyon-nagyon lehúzza, hogy egy bevásárlóközpontban van, és szembe vele egy Meki, meg egy kínai, meg egy ilyen-olyan másik gyors étterem, és ezt talán egy picit levez vele le, emiatt el 8 pontot adok. Az íz. Ebben nagyon nem tudok belekötni, mert nagyon-nagyon finomakat ettünk. Ami mégiscsak picit sok volt igazából, az az édességeknek az édessége, mert a csokis palacsinta is ilyen too much volt, meg a barackos túrótorta is egy picit túlságosan is édes volt, és ilyen összeragadt a számérzésem volt utána. De egyébként az ízekkel nem volt gond, tehát nem volt olyan, amire azt mondtuk, hogy hú, ez nem jön be. Egyedül annyi, bár ez az én problémám igazából, hogy nem szeretem ugye nagyon a rukkolát, és a wrapben a rukkola is volt, de nyilván ez ízlések is pofonak kérdése. Andris még annyit tudott mondani, hogy maga a marhahús nem volt olyan szaftos, jó hamburger hús, de hát nyilván ez zsírszegény marhából készült, úgyhogy igazából a zsír adja meg azt a szaftosságát, az nem volt benne, ezért ez nem is annyira várható el. Emiatt aztán az ízre 9 pontot adnék. És végül az ár, ami szerintem szintén nem elhanyagolható. Nagyon jó árak vannak, nem csak egy egészséges étteremhez képest is, hanem egy bármilyen hamburgerezőhöz képest is például. A legfőbb az édesburgonya, hatalmas adagot kaptunk belőle, és más helyeken egy ilyen simán ilyen 1000-1200 forint körül van, itt pedig 500 forintot sem érte el, azt hiszem 480 forint volt az adag édesburgonya, ami nagyon jó. A hambik is ilyen 1500-1700 körül voltak, a wrapek szintén, úgyhogy szerintem egészen olcsón nagyon-nagyon jól lehet lakni, mert jó nagyon adagokat kaptunk. Úgyhogy akár ha csak az közelben laktok, ide jártok Cutlerbe edzeni, vagy szeretnétek egy jót enni valahol, ami úgy egészségesebb is, akkor én bátran mellem ajánlni Helsinki-csönd, mert nekünk nagyon bejött.